váratlan fordulatok sora van az életemben. Én az állatkertbe egy véletlen folytán kerültem. Én ugyanis eredetileg, ellentétben azzal, hogy manapság inkább képzőművészként ismernek, mondjuk leginkább, esetleg még íróként, eredetileg én biológusnak készültem, és behatóan foglalkoztam ornitológiával. Bejártam a Madártani Intézetbe, jó barátságban voltam a Schmidt-Egonnal, és amikor nem vettek fel egyetemre elsőre, akkor a Schmidt-Egon azt javasolta, ő valaha az állatkertben dolgozott, hogy próbálkozzak az állatkert madárosztályánál, addig is ott bővítem az ornitológiai ismereteimet, és akkor majd egy év múlva talán felvesznek az egyetemre. Azonnal mentem az állatkertbe, és hát ott érdeklődtem. Értesítettek is egy hónap múlva, hogy van, hely, mehetek. Hát nem a madárosztályon volt, hanem az oroszlán barlangban. Így lettem én elsőre az oroszlánok és a medvék ápolója. Eszem ágában nem volt később átmenni a madárosztályra. Ez egy olyan élményanyagot nyújtott nekem, ami páratlan volt. Ritka szerencse, ma azt hiszem nagyon sokan cserélnének velem. Én eredetileg ugye egy hát értelmiségi pályára készülő emberként nem voltam kapcsolatban különösebben a melósokkal. Hát itt olyan tapasztalatokra tettem szert, ami nem csak zoológiai tapasztalatok, hanem hát emberismeretben, meg egyáltalán, hogy mi az a társadalom, amiben élek. Így később kineveztek főápolónak, ami azt jelenti, hogy az összes ragadozó állat az én körzetemhez tartozott. 7 évet töltöttem ott, egy allergiás megbetegedés miatt szőrallergiám lett, ott kellett hagynom az állatkertet. És utána, miután az egész fiatalságom ott telt, tehát 19 és 27 éves korom között, az ember akkor az egy fogékony időszakot él meg, végül is nekem az egy nagy trauma volt, hogy ott kellett hagyni. Úgy éreztem, hogy az életem ketté tört, és utána hosszú-hosszú évekig nem is mentem az állatkert közelébe se, pedig hát nagyon sok barátom volt ott, úgy az emberek, mint az állatok között. És akkor eltelt 11 év. És jött egy pályázat, a Hunnia Filmstúdió kiírt egy filmnovella pályázatot. És akkor arra gondoltam, hogy az összes őrületet, amit én megéltem az állatkertben, összesűrítem egy napba, és írok egy filmnovellát. Ez 1986-ban, igen, mert 11 év telt el azóta, hogy eljöttem az állatkertből, ez meg is nyerte ezt a pályázatot olyannyira, hogy ebből filmet akartak csináltatni, és megkérdezték, hogy kit szeretnék rendezőnek. Én úgy gondoltam, hogy erre a Jiří Mencel lenne egyedül alkalmas, magyar rendezők közt nem találtam, ilyen tudomásom szerint le is fordították neki, elolvasta, aztán, hogy halt el a dolog, végül nem tudom. Minden esetre a stúdió vezetője Simó Sándor akkoriban egy tévéműsorban nagyon sajnálkozott, hogy ebből miért nem lett film. Azt mondja, hogy nem volt magyar rendező, aki képes lett volna ezt vászonra vinni. Én is ott ültem az interjúban, és mondom, tévedés, mert én például megrendeztem volna ezt a filmet, megcsináltam volna a látványterveit, a jelmezterveit, és eljátszottam volna benne egy szerepet. Hát ez talán egy kicsit ilyen túlzásnak tűnik, de ebből kiderül az, hogy nem akartam ezt a dolgot végül is azért teljesen a feledésbe hagyni, ám végül újabb 9 év telt el, amíg arra gondoltam, hogy ezt a filmnovellát átdolgozom és írok belőle egy kis regényt. Az ember akkor már más életkorban van, más rálátással, egyfajta iróniával átszínezve írtam egy kis regényt, aminek a dramaturgiai lényege az, hogy rögtön az első lapon közlöm, hogy egy halálesetről fog szólni, egy teljesen abszurd halálesetről, hogy egy teve agyon harapott egy ápolót. Én ott voltam ennél az esetnél, történetesen én vezettem ezt a tevét, hogy lehet tudni, hogy ez lesz a történet vége, de amíg én az előtte lévő napot leírom, természetesen az olvasó megfeledkezik erről, és hát végig lehet röhögni.
az egészet. Végig lehet röhögni úgy, hogy az ember halálba röhögi magát a végén, és ez valahogy jellemző azokra a 70-es évek elejére is, amiben én éltem, és egy idő múlva úgy felködlött bennem, hogy hiszen ez az állatkert hihetetlen pontossággal képezi le azt az országot is, amiben akkor éltem, azt a rendszert is, ami minket körülvet, és úgy megdöbbentem azon, hogy korábban erre nekem nem volt rálátásom. És akkor újabb 8 év elteltével úgy döntöttem, hogy ehhez a fikciós regényhez lábjegyzeteket írok, ami ugyanolyan terjedelmű, mint a regény többi része, ami leírja a valóságot, hogy mi volt e mögött. Hogy a valóságot egy író hogy színezi át, hogy tekergeti ide-oda, hogy fogalmazom meg benne saját magamat több személyben is, és hogy a valóság hogy keveredik a fikcióval. Tehát ez már egy érettebb kor kell, hogy kívülről lássa az ember. Na így állt össze ez a kötet, mondhatni 17 év munkával, 28 évvel az élmények megszerzése után. Tehát azt mondhatom, ugye a képzőművészek jól tudják, hogy ha valami szép, és nekiállok rögtön megfesteni, abból mindig gics lesz, mert ez egy primitív tükrözés. Az élménynek mélyre kell hatolni, és az ember teljes egészét áthatnia, és onnan kell feljönnie az élménynek. Hát itt most volt bőven időm arra, hogy ezek az állatkerti élmények bennem is átértékelődjenek, és alkalmassá váljanak arra, hogy akár egy kor abszurd, groteszk szimbólumává váljanak. Nagyjából ezt gondoltam elmondani erről a könyvről, de van egy másik könyvem, ami korábban jelent meg ugyanennél a kiadónál, és igazságtalan lenne, ha nem mondanám, hogy az Írók Alapítvány, a Széphalom könyvműhely vállalt fel engem Mezei Katalin kiadó vezető asszonnyal az élen, akik ezeket a furcsa attitűdjeimet úgy látszik, hogy jól tolerálják, mert amelyik most tavasszal mutattam be, ennek meg az a címe, hogy Családtörténet és önéletírás, ebbe pedig a festményeim sorjáznak magyarázatokkal, ami kezdődik az általam nem ismert ősökkel, a felmenőimmel folytatódik, egy önéletírással, és olyan képekkel fejeződik be, amelyeket a gyerekeimmel, illetve az unokáimmal közösen csináltam, és magyarázó jegyzetek ehhez is, ami tulajdonképpen reflexió kiegészítések egy-egy képzőművészeti alkotáshoz, ami valahol leír egy történetet, akár önéletírásnak lehet tekinteni. Jankovics Marcell barátom, aki pont most itt a könyvhéten Légiratok című kétkötetes önéletrajzi regényével fog tündökölni. Én olvastam azt a könyvét, tudni, az apám is szerepel benne, sőt én is. Csak 19 éves koráig írta meg az önéletrajzát, ami teljesen jogos, mert ma is élő hölgyeket már nem akart belekeverni a történetbe, úgyhogy 19 éves és igazat akart írni, úgyhogy 19 éves korától egy darabig megírhatatlan lesz az a könyv, ezt bókként mondom neki, ne vegyes értésnek. És az Antal István megkérdezte tőlem, hogy lehet, hogy az enyém ehhez képest ilyen rövid, a Marcell pedig megkérdezte tőlem, hogy hogy a fenébe lehet, hogy ennyire kitárulkozó. Tehát ez is valamilyen módon egy ilyen különleges műfajú dolognak tekintem. Ugye ebbe a fikció és a non-fiction találkozik, ebbe pedig a képzőművészet és az irodalom.